Jó reggelt, Bobcika! Készen állsz a TikTok fémösságra? Ez egy topsi-bopsi vlog. Ez egy topsi-bopsi vlog, Bobci! Gyere, gyere, gyere! A csevas, Bobci! Sziasztok mindannyian, és üdvözlök mindenkit ebben az új Tobi vlogban! Hello, topsi-bopsi! Hello, pöps, jó, jaj, az igen. Nos, hát elosztok, sziasztok, és a sok házfelújítós videó után, vagy hát közben igazából úgy gondoltam, hogy ideje egy Tobi vlogot leforgatni. Legtöbb időmet tényleg arra a házra szentelem, vagy hát a konyhára szentelem, ezért most nem kirándulunk, nem megyünk kacsavadászatra, hanem Bobcikával. Bobcival, te szép vagy. Várj, ezt meg kell fordítani, Bobci. Itt van a mi kis Bobcink, és Bobcival ma TikTok fémösök leszünk. Mit szólsz hozzá? Ül? Pacsi? Jól van, TikTok famous. Az a baj, hogy mostanában nem is, de régebben nagyon rákattantam a TikTokra, és nagyon sok kutyás videót láttam, és mindig azt gondoltam, hogy majd megcsinálom ezt a Tobival, és mindig lementettem ezeket a dolgokat, de sose csináltam meg őket. Egy-két Tobis TikTok van az én profilomon is, de nem akartam teleszólni a saját profilomat Tobival, úgyhogy úgy gondoltam, hogy mint ahogy külön instája is van ennek a kis kutyának, ettől függetlenül a saját instámat is teleszórom Topsival, na mindegy, de hogy mint hogy van neki egy külön instája, lesz egy külön TikTokja. Te készen állsz? Készen állsz, Bobci? Szerintem igen. Mutasd magad. Hova mész? Te mit csinálsz? Ez a te foteled, Bobci. Ezt a szüleim látnák. Nagyon ki lennének, Bobci. Gyere a helyedre, itt a szarfotel. Gyere ide! A szarfotelre üljél! Tiéd! Így van. Na, ez már jó. Mi lenne, hogyha azt a labdát kiköpnéd, és úgy beszélnéd, Topsi? Ne, jújj! Jaj, Bobci! Ne haragudj! Oké! Jó! Nálad maradhat a labda, Bobci! Leesett a labda. Húha! Bobci, kezdődik a TikTok fémösség. A mai videó 5 és 10 TikTokot 5-től 10 TikTokig fogunk... Mi van? A mai videóban... 5-től 10 TikTokot fogunk elkészíteni. A mai videóban 5-től 10 TikTokot fogunk elkészíteni. Mondjad te! Először is még mielőtt belekezdenénk a videóba, tessék... Hát Tobi, nem hiszlek el. Munka van. TikTok fémösség van. Nem lehet csak így csinálni. Ez a TikTok nem egy olyan portál, ahova semmilyen minőségtelen szarokat töltünk fel. Ez minőségi portál. Van itt 13 TikTokunk, amit megcsinálhatunk, de kezdjük először olyannal, amit most itt helyben meg tudunk csinálni. Legyen mondjuk ez. Ez tiszta Topsi. Gyere, Topsi! Sikerült! Gyere, Bobci! Hopp, gyere, hopp! Ne rám! Ne rám, Bobci! Hello! How are you today? Hello! How are you today? De lentről. Hemperek. Jaj, várj, Bobci. Túl jó hempergés volt, Bobci. Jó. Lassan. És hogy teljesen innen lentről. Hello, how are you today? 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 Jó lesz egynek. Hát jó, Béna. Ez nem a legjobb lesz. Eltesszük vázlatokba, azt max nem tesszük ki. Hogy van? Most következik az egyik kedvenc TikTokom kutyákról. Ezt te mutattad. De bevágnék egy jó lecsót. Szalonnával, tojással, meg kolbásszal. Anyu, mert szaggatna, no kedvét. Ó, Isten. Ahogy ül a kutya, zseniális. De ilyen bús tekinteted bármikor tud vágni, úgyhogy valahol leültetjük, ezt megnézzük. Jó, hát
ez könnyű volt. Vár, annyira nem jön át, mint az az ülés, ott tökéletes a vigyázat. Bevágnék egy jó lecsót. Szalonnával, tojással, egy kolbásszal. Anyu me szaggatna, no kedlit, ó Istenem. A vizslánál az volt a jó, hogy így lefele nézett, és meg a távol bús volt. Itt meg Topsz ilyen, hát fel van spanolva, azért látszik rajta. Na hát ez fog következni kedvenc Golden Retriever-esemtől. Hang használata, és akkor ezt letesszük ezt a kamerát. Az operatőröm ott fog kint segíteni, mi itt bent fogunk táncolni a Tobival, úgyhogy ti a táncot láthatjátok bent, hogy pontosan, jaj, hogyan fog ez készülni. Kukucs. Ül. Azaz. Nem vagyok benne? Nem. Mehet. Szólj neki, szólj neki. Egy, boci! Egy, kettő, három. Na, ez jó lesz? Ez nagyon jó. Hogy nem látszódom így? Így nem látszom. Szólj! Jó. Legyen a következő kulitikata ki? Szerintem most az is lehetne, hogy a boxi volt össze, utána tevesen szöpik itakat itt. És utána egymás mellé? Aha. Jó. Az jó. Jó? Ez nagyon jó volt. Bobszi pitizik előttem, igen. És rázzuk a valagunkat. Ennyi? Kész is van? Ez eddigi legjobb TikTok. Ülj Bobszi. Pacsi, nagyon jó voltál. Kongratulációni. Na hát, mivel itt effektíve én is benne vagyok, ez nem biztos, hogy a Bobszinak a izéjére kerül ki a TikTokjára. Minden esetre Bobszival csináltuk meg ezt a trendet, úgyhogy kitereget. Tódor. Kész a Tódor, Bobszi. Kimostuk a Tódorját a Bobszinak. Figyelj Bobszi. Ja, még nem lokkolta ki magát, még nem tudjuk kiszedni a Tódort, Bobszi. Pedig nézd meg, hogy várja a Tódort. Van pont egy TikTok, ami arról szól, hogy kap egy plüst a kis kutya, és hogy mennyire örül neki. Úgyhogy most ez fog következni, ez a TikTok. Mutatom, hogy miről van szó. Look at that, y'all are doing the snoozy time! Y'all are so snoozy! Look, I got you new snooze buddy. His name is Jimmy. Take care of him. Have a good snooze. Úgyhogy ez fog most következni, csak meg kell várni, hogy Tódort, a kis Golden Retrieverét kiszedjük a mosógépből, mert oda lett bedobva a csóró. Várod már a Tódort? Igen, ilyen TikTok is van. Halló! Ernő! Ezer éve, hogy nem láttalak! Csóró, Bobszi! Hol a Tódor? Hol a Tódor? Gyere, keressük a Tódor! Nézzük meg, hogy lejárt a gép! Tódor! Jaj, hát itt van! Ez most kell az új TikTokhoz, Bobszi, jó? Hagyom ezt a Tódor kutyát a konyhaasztalon. Sőt, itt így. Marad. Ott hagyom. És neked most ilyen alvó pozíciót kéne felvenni. Látom, hogy szépen leültél. De ezt most nem kapod meg. Ott szárítjuk a Tódorkát. Ott szárítjuk. Nos, tehát a következő TikTokunkhoz Tobi ott kell, hogy legyen a helyén már megint, és ilyen alvó pozíciót kell, hogy felvegyen, csak kéne, hogy egy picit a tekintete fáradtabb, ilyen bágyadtabb legyen. Úgyhogy várunk egy picit csöndben, és amikor látom, hogy úgy nagyjából így már ilyen félálomban van, akkor elkezdjük csinálni a TikTokot. Ez nem sikerült olyan jól, betesszük a vázlatokba, aztán max nem lesz belőle semmi. Jöhet a következő. Mi az, ami ilyen nagyon nagy kutyás trend volt? Volt ez a... Tojásos. A szamagavagé? Az volt tojásos. Na, volt egy olyan TikTok trend, hogy a kutyáknak tojást adtak a szájukba, hogy megnézzék, hogy mennyire lágy a
a fogás, vagy hát a harapásuk. Hát sok kutyának nem sikerült, viszont én mondtam nektek régen, hogy a Golden elvileg arra híres, hogy meg tud tartani egy tojást úgy, hogy nem töri szét a szájába. Sok kutya egyébként képes erre, de a Golden még jobban. Úgyhogy most ezt megnézzük, és erre van egy ilyen TikTok is, úgyhogy TikTokkal együtt leteszteljük, hogy ez menne a Tobinak. A szép piti, az nagyon szép piti. Ügyes vagy. Na van egy olyan trend, hogy odaadod a kutyádnak a tojást, és megnézed, hogy mennyire lágy a harapása. És hogy széttörje. Lassan. Piti. Nem, lassan. Kérj egy pitit tőle. Hát ez ennyi volt. De nem is, a harapása lágy volt, de egyből kidobta a szájából. Meg kéne enni, de akkor várj, ezt nem a parkettán kéne. Hát nem sikerült annyira. Hát el sem sikerült eddig, nem sok TikTok sikerült jól. Nehezebb, mint gondoltam. Eddig talán a szamaket, az volt a legjobb, nem? Az is béna. Basszus. Tobi, hát milyen kontentek lesznek? Ja, te még mindig a tojást nyomod. Nyaljad a tojást. Nyaljad. A következő TikTokban elvileg a hang az, ami tetszik a kutyáknak, és ilyenkor elcsavarja. Amikor a kutyák valami újat hallanak, akkor ugye elcsavarják a fejüket, és egyébként az a kedvencem egy kutyánál, amikor valami olyasmit hall, hogy így figyel rád. És hát elvileg ez a TikTok ezt okozza a kutyáknál, biztos vagyok benne, hogy Tobinál nem. Csipogósat, az hol volt? Most hát az a baj, hogy egy csipogó TikTokot nem találtam meg, de megtaláltam Olivérnek, az Artbite-os Olivérnek, a kutyájának, az Instáján azt a hangot, úgyhogy most megnézzük, hogy Topsinak hogy tetszik ez a csipogó. Ül, Bobsi, ül, Bobsi, ül. A végén elfordította, de ezt nem tudjuk felvenni TikTokra, Bobsi. Sajnálom. És nincs is csipogó. Szógy néz? Sírok. Tudja, hogy egy bolond vagyok. Igen. Pihentünk, ebédszünet meg volt, és folytatjuk a TikTokokat, jó? Bólogass a farkaddal, hogy igen. Most itt szexin néz. És most ide jövünk a naphoz, Bobsi, gyere, eltesszük ezt a szárítót innen. Így, gyere ide naphoz, ül. Ne, azt a kalapot kéne rátenni. Igen. Marad. De várjál, ne, ez így nem fog menni. Várjál, nem, tehát napszemcsit is kéne rátenni, kendőt is. Napszempát hozzunk, és akkor még a kalapot rátesszük, plusz a napfény is itt van, és hát így meg fog szépülni a Tóbiás. Várjál, csak ezt nehéz felvenni egyszer a kettőt. Nem lett tökéletes, nem olyan lett, amilyennek elképzeltem, akartunk rá kalapot tenni, meg napszempát, semmelyiket nem bírta, úgyhogy maradt a szimpla kendős változat, illetve a napfény, és megszépült a Tobi, nézzétek! És volt egy utolsó nagy trend, ami szerintem egy mókussal kezdődött, és az volt a lényege, hogy a mókus facetime-ozott, és hívta a gazdáját, hogy hol találja a mogyorót, hogy valami ilyesmi volt. Na most ezt csináljuk meg valami magyarosított szöveggel. Ehhez letesszük ide a telefonunkat. Kell valami kaj, amivel oda tudjuk irányítani a figyelmét Tobina. Ül, Bobsi, ül. Marad. Jó van, ez is sikerült. Már csak valami fasz a szöveget kell kitalálni. És itt láthatjátok a végeredményt. Most szépen lassan ezeket a TikTokokat fogom feltölteni Tobinak az új TikTok profiljára, tehát be lehet őt követni ott is, hiszen szépen lassan kijönnek azok a TikTokok, amik ebben a videóban szerepeltek, és hogyha nem is szerepeltek itt jó minőségben, a profilján majd jó minőségben lesznek fent, meg megszerkesztve lesznek fent. Kövessétek be a Tobiét, Instán is, TikTokon is, engem is, Instán is, TikTokon is, bárhol, és elindult egy podcast egyébként, amiben én is szereplek, és tudom, hogy ennek nincs köze a Tobihoz, meg a Tobi vloghoz, de hogyha szeretnétek hallani Barnival, Henryvel engem,
Barney Henry engem, akkor, akkor kövessétek be a leírásba található Trio Podcast csatornát, és találtok egy Spotify linket is, és ott is tudtok minket hallgatni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, a következő videóban találkozunk, akár házfelújítós videóba, akár Tobi vlogba, akár Simpla vlogba. Írjátok meg, hogy mit szeretnétek még látni Tobi vlog keretein belül, vagy házfelújítós kereteken belül, és utána próbálok eleget tenni ezeknek a kéréseknek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, sziasztok, szép hétvégét, mármint vasárnapot. Sziasztok!